Nemzetközi konzorciális formában közvetlenül Brüsszelben kellett pályázni arra a projektre, melynek konzorciumi találkozójára 9 országból érkeztek a Pécsi Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikára. Az előregedő társadalomban, melyben élünk, egyre nőnek az időskori mentális zavarok számarányai. Az ICT for Life elnevezésű projekt arra keresi a választ, próbál fejlesztési, kezelési lehetőségeket találni, hogy az idős betegek minél tovább otthonaikban tudjanak maradni, minél később kerüljenek különböző ellátó intézményekbe. Stabilizáló gyógyszeres kezelésekkel ugyanis éveket lehet nyerni, ehhez azonban biztonságos infokommunikációs eszközök megtalálása szükséges, mellyel a beteg a kapcsolatot úgy tudja tartani a külvilággal, hogy közben megőrizheti autonómiáját. A szenzorokkal nyomon követhető az állapota, és baj esetén tud segítséget kérni, ami nagy biztonságot nyújt számára. A jövőben a projekt keretében ehhez hasonló rendszerek kialakításán dolgoznak majd a klinikán. Ez egy több éves fejlesztési program, konzorciumi együttműködés. Én azt gondolom, hogy a következő években ennek meg lesznek a hozadékai fejlesztések nyomán, ez megjelenik a terápiákban és a idős betegének az életminőségében is, amit nem otthon és otthonba kell eltüteni, hanem minél tovább éveket nyerve saját családjukkal. Egyetemünkön jelenleg még 2 darab hasonló finanszírozású nemzetközi projekt megvalósítása zajlik.